Köszöntöm a nézőket! Ez az Életmód a Pannon TV-ben. A Zentai Egészségügyi Intézmények és a Kamenicai Vajdasági Kardiológiai Intézet között megkötött szerződés értelmében a zentai szívbetegeket azonnal fogadják Kamenicán. A gyorsaság életet ment, igaz ez a szívinfarktusra is. Zentáról mostantól gyorsabban juthatnak el a Kamenicai Intézetbe az infarktust elszenvedett betegek. Ez nagyon fontos, hiszen minél később kezdik meg a páciens kezelését, annál kisebb az esély a teljes gyógyulásra. Bolesnici, koji imaju este elevirani infarkt, neće morati da idu u opštu bolnicu Senta, nego će kolima hitne medicinske pomoći moći odmah da dođu u Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, gde će im se interventnom procedurom otvoriti krvni sud koji je doveo do infarkta, stavit će se stent, odležat će nekoliko dana u našoj bolnici dok mi budemo sigurni da je sve u redu, a zatim ćemo ga kolima hitne medicinske pomoći iz Sente vratiti ponovo u opštu bolnicu u Senti da bi još nekoliko dana odležao pre nego što ga pustimo kući. To je jako značajno. Zato što će se time smanjiti oštećenje srčanog mišića koje je nastalo usled zapušenja krvnog suda i pacijent će sa boljom komorom srca kvalitetnije moći da živi. Fontosak a jó felszerelt mentőautók. Ha már a mentőben megállapítják az infarktust, a beteget egyenesen a Kamenicai Intézetbe szállíthatják. Az egy nagyon nagy előny a betegeknek, hogy a kórház, tehát a második szintet, ahol nem végezhet el ez a stent beültetés, ezt kikerülik, jobban mondva direktben tudnak menni arra a helyre, ahol definitív ellátást tudnak biztosítani. Tehát elvileg a kórháznak egy nagyon picit könnyebb lenne a munkája. Igazából itt a betegekről van szó, hogy az a procedúra, ameddig ugye a mentő kiér a beteghez, a kórházba fölveszik, ott valamilyen szinten ellátják, és hogyha még akkor is indítanák a Kamenicára, akkor is rengeteg idő elmúlna. Ezért van az, hogy az elsődleges ellátás színhelyén jó képzett doktorok kell, hogy legyenek, akik tudják diagnosztizálni ezt, akik megbízhatóak, lekoordinálják az egész folyamatot, és direkt beviszik a betegeket. Nem kell a hivatalos procedúrákat végigcsinálni, hogy az utalót hitelesíteni és időt veszteni, hanem a páciens rövid időn belül egyenest a Kamenicai Kardiológiai Intézetbe juthat, és azonnal megkezdik a szív-erek átjárhatóságának a biztosítását, ami az életben maradást sokkal jobban elősegíti, mint a gyógyszeres kezelések. Az időt ezzel, hogy nem kell megvárni a hivatalos procedúrákat, lecsökkentetjük azonnal, amint az orvos diagnosztizálja, mert minden mentőkocsi föl van szerelve, tehát van benne EKG, azonnal meg tudja állapítani a diagnózist, nem csak a tünetek alapján, és hogyha úgy ítéli meg, hogy ez most kezdődött, mert a betegek nem mindig hívják az orvost azonnal, tehát hogyha nem múlt el hosszú idő az első tünettől, kezdve azonnal tudja eljuttatni. Na most ezeket majd természetesen meg kell oldanunk, hogy mert ugye ha a mentő azonnal indul Kamenicára, akkor kell, hogy egy másik ekipa bent maradjon a városban, de hát ezek még majd ezután fognak megbeszélésre kerülni, és hogy hogyan is oldjuk meg, mert ez egy új az egészségház részére is. Az egészségház igazgatónője azt mondta, havonta legalább egyszer szükség van ilyen sürgős beavatkozásra. Zombori orvosok járják a nyugat-bácskai településeket és tájékoztatják a helyieket az aktuális egészségügyi témákról. Egyebek mellett a helyes gyógyszerhasználatról hallhattak hasznos információkat az érdeklődők. Friedrich Zsuzsa diplomás gyógyszerész tartott előadást Bátyulafalván a gyógyszerek beszerzésével és használatával kapcsolatban. A latinban ugyanaz a szó, a farmakon jelöli a gyógyszert is és a mérget is, mert egy anyagból akkor lesz gyógyszer, ha megfelelően és megfelelő mennyiségben alkalmazzuk, és a leg
tehát a diagnosztizált betegségnél, viszont ha nem megfelelően túladagoljuk, nem megfelelően alkalmazunk, nem megfelelő módon alkalmazunk, akár így méregé válhatnak. Na most itt a méreg nem kell mindjárt valami halálos adagot, hogy előjön, de épp ezért van az, hogy a gyógyszertárakban való kiadás, a receptre való kiadás, az tulajdonképpen a lakosságot védi az ilyen öngyógyszerezéstől, és tehát hogy megvédjük azt, vagyis hogy szakemberek kapják az ajánlást, tehát a recept azt is jelenti. Recept nélkül kapható gyógyszerek általában kisebb csoportja, de már kiderült, hogy azért vannak gyógyszerek, amelyet esetleg nem tudunk túladagolni, vagyis nem okozhatnak olyan károsodást, hogyha éppen kicsit többet is vesznek be, úgyhogy ezeket nevezzük a gyógyszer nélkül, vén nélkül kapható gyógyszereknek. A gyógyszerek nagyobb része viszont erős és nagyon erős hatásúnak mondjuk mi a gyógyszerészetben, ami azt jelenti, hogy tehát vigyázni kell az adagolásra, és ezért kaphatok csak receptre, úgyhogy az orvosi ajánlatra és a gyógyszerész még plusz utasítást adhat, hogyha az orvosnál esetleg az nem volt érthető, vagy nem elegendő volt, úgyhogy így duplán is biztosítva van a beteg, hogy hát megfelelően alkalmazza a gyógyszer. Úgyhogy ez a másik dolog, ami pedig nem értenek az emberek, hogy ugye receptre írja az orvos, de ő mégis fizetnie kell a gyógyszer árát, és akkor talán minek is menjen a receptér, de a fizetni vagy nem fizetni, az pedig egy másik dolog, az pedig az egészségbiztosító ugye szervezetünk, meg a közösség, amit tud finanszíroz, úgyhogy hát már olyan a helyzet, ugye, hogy a gyógyszeriparban is ugyanúgy gondok vannak, hogy a gyógyszerellátásban, úgyhogy felsőbb körökből ez meghatározza, ugye az egészségbiztosító meghatározza, hogy mik azok a nélkülözhetetlen gyógyszerek, amelyeket biztosítani kell a betegeknek súlyosabb esetekben, úgyhogy azt fedezi a költségét, a gyógyszer árát, aztán vannak gyógyszerek, amelyeknek a hozzájárását kell a betegnek is adni, és hát van, amit pedig úgy tartanak, hogy a teljes árát kell fizetni a gyógyszernek. A tudomány fejlődésével rohamosan fejlődik a gyógyszeripar is. Számos orvosságot vásárolhatunk vén nélkül a patikákban, azonban a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az esetleges mellékhatások elkerülése érdekében mindenképpen kérjük ki gyógyszerész, illetve orvos véleményét. Nem mindegy, milyen hatóanyagú étrendkiegészítő termékeket veszünk magunkhoz. Nem árt, ha kellőképpen tájékozódunk, mielőtt bármit elkezdünk fogyasztani. Napjainkban egyre nagyobb szerepet kapott a helyes táplálkozás és az egészséges életmód követése. Nem mindegy azonban, hogy mire vagyunk képesek vitalitásunk érdekében. Sokan fogyasztanak különböző étrendkiegészítőket, de nem mellékes, hogy milyen hatóanyagú termékeket veszünk magunkhoz. Így nem árt, ha kellőképpen tájékozódunk, mielőtt bármit kezdünk fogyasztani. A Cayenne Corporation az 2005-ben alapították az Egyesült Államokban, és az alaszkai csodát kínálja most már a világ 46 országában. Ezen belül a mai naptól kezdve Szerbiában is, és összesen három termékkel foglalkozik a cég. Három olyan összetevővel, ami a világon eddig nem volt ismert, és ezeket a fajta élelmiszereket nem lehetett eddig kapni, aminek rendkívül páratlan tulajdonságai vannak. Az egyik termékünk az a természettudomány által, mondják ők, tehát nem is a cég mondja magáról, a legmagasabb antioxidáns tartalommal bíró gyümölcs, ez az alaszkai vadáfonya, és ennek van egy 36 ezeres sorak értéke, ami páratlan mértékben a szervezetben minden nap több ezer kialakult szabadgyököket képes írtani. Ugye a szabadgyököket azért kell a szervezetben írtani, mert több mint 50 éve tudja már az orvoslás, hogy ez több mint 200 féle betegségnek a kialakulásában rendkívüli módon közrejátszik, valamint azt is tudják, hogy az, hogy a betegségek akuttá válnak, tehát elhúzódóvá, eznek nagyon nagy mértékben ezek miatt a szabadgyökök keletkezése miatt van. Régóta tudja az orvoslás, hogy ezeket írtani lehet ezekkel a bizonyos antioxidáns bevitelekkel, ugye minden ételnek és italnak van valamilyen
úgynevezett orakértéke, tehát szabadgyök, megkötő, szabadgyök, ölő kapacitása, de ugye nagyon fontos, hogy vannak különleges élelmiszerek, aminek nagyon-nagyon magas ez a bizonyos antioxidáns tartalma. Az egyik termékünk, ez a bizonyos alaszkai vadáfonya, ez ma a világon a legmagasabb antioxidáns tartalmú termék. És nagyon fontos, hogy ez nem is egy vitaminkészítmény, nem is étrend kiegészítő, hanem egy úgynevezett szuperélelmiszer, amiből összesen 11 féle termék van a világon, tehát ez annyit jelent, hogy egy rendkívüli tulajdonságokkal bíró, a szervezetre rendkívül nagy hatás gyakorló termékről beszélünk. Ez sokkal magasabb besorolás egyébként, mint egy adott vitamin vagy ásványi anyag. Ez az egyik termékünk, amivel a cég forgalmazik. Ez egy ital formájában lehet hozzájutni, amit reggelente fogyasztunk. A Sunrise alaszkai vadáfonyából készült gyümölcsös folyadék tartalmazza testünk napi vitamin és ásványanyag szükségletét. A NitroFX a nitrogénmonoxidnak köszönhetően tágítja a vérereket, így több vér, oxigén és táplálék jut el a szívizomhoz, amely javítja a keringési rendszer egészségét. A Sunset kapszulák az L-vitamin legerőteljesebb formáját és az omega-3 zsírsavakat egyetlen termékben ötvözi. Ezek minden egyes összetevője kizárólag természetes alapanyagból származnak, amelyek képesek megadni azokat a tápanyagokat, vitaminokat és ásványanyagokat, amelyeket a mai tevékeny életmód megkövetel. Az antioxidánsok, azok nagyjából azért mindenkinek szüksége van, és a szabadgyökök sajnos nagyon korántól keletkeznek a szervezetben. Ezt tényleg azt tudjuk mondani, hogy 2 éves kortól rendszeresen ajánljuk a fogyasztására. Hihetetlen hatást gyakorol 4 nagyon fontos területre. Az egyik ez az összes mozgásszerű megbetegedés, ugye ezek gyulladások, azoknak a fájdalmának a leküzdésére hihetetlen jól szolgál. Nagyon komoly eredményeket és tapasztalatokat látunk a termékkel kapcsolatban a magas vérnyomás és a vérnyomás ingadozás beállításában. Ez a termék 5 nap alatt ezeket a magas vérnyomásokat beállítja. Aztán az, hogy magas a vércukorszint, tehát a cukorbetegség egyre inkább népbetegségé kezd kialakulni, szintén néhány nap alatt a vércukorszintet jelentősen befolyásolja. És ami még nagyon fontos, hogy ezek a rossz szabadgyökök nagyon nagy szeretettel a nyálkahártyán megtelepednek, tehát az allergiás megbetegedések jelentős száma ehhez köthető. Nyilván, amikor ezt a bizonyos Sunrise-t isszuk, akkor ezek az allergiás tünetek rendkívül gyorsan eltűnnek a szervezetből. Tehát ez a 4 rendkívül hatása van. Ebből fakadóan nyilván a kor és a nem ebben a szempontból nem megkötött, viszont azok a betegségek, amit említettem, azért az általában inkább a 40 év feletti korosztályt érintik már gyakorlatilag szinte mindenkit. Sokan küzdenek magas vérnyomás és vércukorszinttel, esetleg fáradtsággal. Ezek a tünetek egyszerűen kezelhetők, illetve megszüntethetőek. Különösen a sportolóknak és a nehéz fizikai munkát végző személyeknek van nagy szüksége arra, hogy növeljék strapabíróságukat és tűrőképességüket. A másik termékünk az egészség háromszögnek a második terméke. Ez a bizonyos NitroFX, ez egy Nobel-díjas kutatásnak az eredménye. Itt 1 biológiai és 2 orvosi Nobel-díjat kaptak a tudósok azért, mert felfedezték, hogy a nitrogén monoxid az 20 éves korig termelődik a szervezetben, utána nem, és nagyon gyorsan kiürül. Be tudták bizonyítani, hogy a nitrogén monoxid pedig a keringésben óriási szerepet foglal el.
és ugye négy nagyon fontos tulajdonsága van ennek a magának a vegyületnek, a nitrogén monoxidnak. Ugye az egyik az, hogy vérhigító, a másik az, hogy értágító hatással bír, a harmadik az, hogy a sima izmokat, az érrendszer, az érfalaknak a belső sima izmait kiegyenesíti, kifeszíti, azaz megszünteti ezeket a kuplis, redős kialakulásokat, tehát átjárhatóbbá válik a keringés. Tehát a keringésben borzasztó fontos hatása van. Olyannyira egyébként, hogy magát a kutatást és magát a nitrogén monoxidot, az úgy is keresztelte el az orvostudomány, hogy az élet molekulája. Nagyon érdekes, hogy mind a három termékünk kizárólag természetes növényalapokból állították elő. Ebből fakadóan a bevizsgálások, mind az európai, mind a magyarországi ottani szervek bevizsgálás alapján bennünket, hála Istennek, egy mondattal elintéztek, azt mondják, hogy kontraindikáció, azaz mellékhatás nincs. Ebből fakadóan nem kell olyan ajánlásokat tennünk, hogy ez valamivel mással párosulva esetleg bármilyen hátrányt vagy betegséget okozhat, vagy bármilyen tünete volna, egyszerűen nincs. Szabadon fogyasztható. Ha szervezetünk megfelelő módon működik, az sokat segít hangulatunk javításában, ami köztudott, hogy nem csak saját javunkra, de családunk harmonikusságára is kihatással lehet. Ebben a korban már hát, ha valami segítene, annyit még nem is tudunk olyan sok mindent róla is, hogy jobban meghallgatnánk, hogy miről szól, vagy mire. Hisznek ezekben a dolgokban? Hát valamennyi, igen. Ha nem hinnék, akkor nem jöttünk volna el. Az ismerősöm az övé az edzőterem, a Fodor Tamás, és akkor ő hívott meg engem erre az előadásra, hogy pont ezért, hogy ő tudna segíteni ezzel a szempontból, hogyha tud ilyen szereket, amivel jobban mehet az edzés. Én a haveromnak adtam, meg a bugyaromnak, szóval ő neki fájta a térje, és olyan 5 napot voltak, hogy próbáljuk meg, de elmondták, hogy nem. Gyönyörű. Étrendünk és a megfelelő testmozgás alappillére a kiváló életmódnak. Testünk fizikai tünetek által jelzi, hogy nem adunk meg neki mindent, amire szüksége van. Manapság azonban a kényelem áll az első helyen, az egészség pedig a második helyre szorult. Ezen az állapoton kellene javítani, és inkább megelőzni, mint sem kezelni a bajt. Köszönöm a figyelmet! Ezentúl minden pénteken várom Önöket az életmódban. Viszontlátásra!